Szeretettel köszöntöm itt nálunk ismét. Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy mindig jön hozzánk, remélem, hogy szívesen teszi ezt. Mondtam a nézőknek már a reggeli beköszönésben is, hogy itt minden szentekhez közeledve. Természetesen a Fiumei úti sírkertet is bevonjuk a témába, és megkérdezzük, hogy vannak-e vezetett séták, amik kifejezetten az év ebben az időszakában látogathatóak, vagy amivel várják az érdeklődőket? A vezetett séták most egy picit háttérbe szorulnak ezen a 4 napos ünnepen, és mi hosszabbított nyitvatartással, illetve november 1-én minden szentek napján különleges programokkal készülünk a Fiumei úti sírkertben. Aki már járt temetőben, és hát ki ne járt volna temetőben minden szentekkor és halottak napján, akkor azt tudja, hogy nem csak az emlékezés, hanem a gyönyörű, meghitt esztétikai élmény miatt is valahogy varázslatosan segít minket a temető abban, hogy emlékezzünk. Különösen a Fiumei úti sírkert. Különösen ott, hát több mint 10 000 látogatónk van a statisztikáink alapján az alatt az 1 vagy 2 nap alatt. Már most is hosszabbított nyitvatartással üzemelünk ezen a héten, tehát este 7-ig lehet látogatni a temetőket, mert egyébként már 5-kor bezárunk ilyenkor, és november 1-én és 2-án pedig este 8-ig leszünk nyitva. Ami viszont érdekesség, és a tavalyi évben is már elindítottuk ezt a folyamatot, hogy szeretnénk megfogni egy kicsit az emlékezőket egy különleges művészeti programmal. És idén 2 dologgal készültünk, de előtte hadd mondjam el, hogy mi volt tavaly, mert hogy az is egy nagyon szép gesztus volt valahol a teljes Kárpát-medencei magyar közösség felé, hogy 6 különböző helyen, 6 olyan személyiségnek a síremlékénél, akik a Kárpát-medence különböző területein születtek, odavalósi népzenét játszó kis népzenei csoportok játszottak, halott kísérőket, gyászénekeket, síratókat egy eltolt vetésforgószerű előadásban, tehát aki a temetőt körbejárta, akkor a különböző helyeken ezzel szembesülhetett, illetve a végén a látogatók gyertyáiból egy nagy Magyarország térképet raktunk ki az első világháborús emlékmű mellett. Idén most egy picit kevesebb forrásunk van erre, mert hát mindannyian takarékoskodunk, nem csak a gázzel és a villannyal, hanem a pénzzel is, és ami viszont megmarad, az új szakrális központi terünkben, a Szentkereszt környékén, amelyet tavaly avattunk föl, Kírer Imre atya, a jópásztor lelkészség plébánosa, aki egyébként a mi gyönyörű kis 1902-ben épült kármelita templomunknak a plébánosi feladatét is ellátja, egy szentmisét fog celebrálni 3 órakor, és utána, ja, és ez a szentmise pedig most különleges lesz abban a tekintetben, hogy a népzenei motívum megmarad, és egy folkmise lesz. Juhász Katalin néprajzkutatóval és népzenekutatóval közösen állítunk ott, hát tulajdonképpen nem színpadra, hanem annak a gyönyörű szakrális térnek a kövezetére egy olyan szentmisét, ahol kifejezetten népzenei betétekkel tarkítjuk, színesítjük és szebbítjük a liturgiát. Ez november 1-én. Ez november 1-én délután 3 órakor, és utána 16:30-tól a szentmise lezártát követően 3 különböző blogban lesznek majd koncertszerű előadások, amik nem is igazából koncertek, hanem tényleg az odalátogatóknak az elmélyülését, az emlékezését is tudja majd segíteni. Egy szokatlan kérdéssel készültem itt, mert hát ugye egyébként nagyon érdekes, egy néző kérdezte tőlem, és akkor én most felteszem ezt a kérdést, hogy ugye halottak napján, tehát minden szentek alkalmával mindenki nagyon-nagyon személyes, adott esetben gyászt, lelki folyamatot él meg. Mindenki a saját halottjához megy ki abba a temetőbe, ahol az ő családtagja, ismerőse, barátja nyugszik. Mégis ugye vannak olyan kiemelt sírkertek, mint ami a Fiumei úti sírkert is, amely készül ilyenkor erre az alkalomra programokkal, tehát hogy ha lehet ilyet kérdezni, hogy kiket várnak, tehát hogy ki az, aki ilyenkor a saját személyes kis lelki, hát hogy mondjam, megéléséből kizökkenve elmegy, mondjuk Fiumei úti sírkertbe, ahol neki saját halottja vagy saját szerette nem nyugszik, mégis vágyik valamilyen közösségi élményre ezen a napon is. Tehát, hogy ki az, aki ilyenkor ellátogat ide? Hát a temetők központi nagykeresztje, nálunk Szentkeresztnek hívják, és Szentkereszt útnak is hívják a temető bejárata felől oda vezető utat.
az az igazi funkciója, hogy azokra is tudjunk ott emlékezni, akik nem abban a temetőben nyugszanak. És egy ilyen temetőben, mint amilyenek mi vagyunk, ahol tulajdonképpen 1994 és 2014 között voltak újra polgári temetkezési tevékenységek, és 2014 óta már csak nagyon különleges esetben lehet hozzánk temetkezni. Kivétel ez alól a szórató parcella, ahol évente 7-800 hamvasztásos, szórásos temetés van, és egyébként az a temetőnek az egyik leggyönyörűbb része, mert vésett gránit táblákon találhatók azok a nevek, akiknek a családjai megrendelték, hogy név szerint lehessen ott rájuk emlékezni, és most el lehet képzelni, hogy van egy ilyen gránit táblán 120 név halottak napján minden szentekkor, ha csak minden második vagy harmadik névhez tesznek egy gyertyát, akkor az az egész környék hogy néz ki, szerintem a Holdról is látszik, annyira gyönyörű, világos, és ez nagyon szép közösséget teremtett az emberek között is, de visszatérve a Szentkereszthez, ugye ott azokra a hozzátartozóinkra is emlékezhetünk, akik nem abban a temetőben nyugszanak, és emlékezhetünk történelmünk nagyjaira is. És ahhoz, hogy rájuk tudjunk emlékezni, egy plusz segítséget találtunk ki idénre, mindenki, aki belép a temetőbe, egy szép magyar címeres gyertyát fog kézbe kapni, egy kicsit félig védett kis műanyag tokban, hogy ne fújja el a szél rögtön a gyertyát, és kap egy térképet is, és egy 150 neves magyar személyiségből álló listát, amiből választhatnak, és azt szeretnénk kérni a látogatóktól, hogy mindenki helyezzen el egy gyertyát egy jeles magyar történelmi személyiség sírjánál. Tehát egy ilyen történelmi temető a sokakat azért vonz ide, mert a saját hozzátartozóik ott vannak, sokan szeretnének általánosságban a magyarságra, a magyarság történetére emlékezni, erre kiváló lehetőséget biztosít ez a központi kereszt, le is lehet ülni, van egy gyönyörű olvasókönyvünk, egy történelmi olvasókönyvünk, amit tavaly alakítottunk ki, és hát a történelmi magyar személyiségekre, a magyar történelemre és az ezeréves magyar kereszténységre is bátran lehet ott emlékezni. Azt hiszem, hogy ezekben az évtizedekben, amikben most mi élünk, különösen nagy szükség van arra, hogy megtaláljuk ezeket a horgonyokat, kapaszkodókat, amiből majd a jövő felé tovább tudunk építkezni. Igazgató, ezekre a programokra, tehát akár a Minden Szentekre, de úgy általában a vezetett sétákra is kérdezem, ezekre kell-e regisztrálni? Tehát, hogy kell-e előzetesen bárhol jelezni? Ugye? Most nem. Kiemelten most azokra szeretnénk figyelni, akik évente talán csak egyszer jönnek el hozzánk, de egyébként, amikor meghirdetett vezetett sétáink vannak, arra mindenképpen kell előzetesen regisztrálni, mert hogy a kollégáim szeretnék tudni, hogy mikor telik be egy-egy ilyen séta. És ami az újdonság az idei évtől kezdve, hogy bár a gyerekcsoportok ingyenesen jöhetnek továbbra is, a meghirdetett sétáink azok is szintén ingyenesek, de lehet kisbuszos túrákra is regisztrálni, a jegy.hu-n van már egy oldalunk, ahol lehet meghirdetett buszos sétákra egy órás időtartamra regisztrálni, úgyhogy nem idegenvezetővel, hanem egy hangos bemondóval, egy hangszórón keresztül kapunk egy jóval nagyobb területről áttekintést a temetőről, és ez egy újfajta dolog. Illetve aki szeretne saját barátaival vagy közösségével érkezni a temetőbe, és egy speciális kiválasztott tematika szerinti sétát kérnek, abból a 40-ből, ami elérhető nálunk, ők is megtehetik ezt egy viszonylagosan alacsony összegért, de mégis ez egy nagyon jó közösségépítő program is lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta nekünk, és még mielőtt elengedem főigazgató urat, egyszer adásban beszéltünk már arról, hogy van tervben egy olyan sírhely vagy egy emlékhely megépítése, létrehozása, amely az abortusz áldozataiért jönne létre. Hogy ez a projekt hol áll, lehet-e erről most beszélni? Szépen haladunk előre. Ugye maga a kérdés egy nagyon érdekes folyamaton megy keresztül. Nagyon felbolygatta a magyar közéletet, hála Istennek, a szívdobbanás rendelet vagy törvény megérkezése. Én nagyon örülök neki, hogy a kormányzat látta azt, hogy ebben az ügyben határozott lépéseket kell tenni előre. Nem elég az, hogy csökken a művi terhesség megszakítások száma, hanem tényleg egyre jobban szembesíteni kell a magyar társadalmat. És ezzel párhuzamosan én azt érzem, hogy az a fajta tartózkodás, ami az elején egy picit körüllengte ezt a gondolatot, ez is szépen kezd feloldódni. És egyre több támogatója van az ügynek, és úgy néz ki, hogy a következő hetekben már el tudunk oda jutni, hogy az életvédő szervezetekkel közösen egy olyan
talán nem is kiáltványt, hanem egy olyan igényt, egy olyan felvetést tudunk megfogalmazni, ami alapvetően a magyar társadalomhoz szól, ennek a kérdésnek a kezeléséről, a vele való szembesülésről, és erre próbálunk majd mi meg reagálni, hogy van erre nekünk szabad helyünk, van erre elképzelésünk, és akkor bízunk benne, hogy ez egy szépen mérőjövő a civil társadalom és az emberek igényei, mély belső igényei alapján katalizálódó folyamatként el tud indulni. Tehát én bízom benne, hogy a jövő tavaszt már az első kapavágással fogjuk tudni megkezdeni. Hát legyen így, és nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Akár a vezetett sétákról és minden egyébről, ami a Fiumei úti sírkertben van, program elérhető esemény, arról online felületen, honlapon lehet érdeklődni, ugye? Igen, a nori.gov.hu honlapon. Móczár Gábor, Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója volt a vendégem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Mi is köszönjük a lehetőséget.